Lássuk akkor a lányokat. Jelenleg még 8 pillangó kisasszonyunk van. De közülük csak egy lehet majd Európa uralkodó nője. A 3-as, illetve a 4-es pályán úszik majd Jakabos Zsuzsi, illetve Hosszú Katinka. Tehát az első és a harmadik idővel jutottak be ide a szám döntőjébe. És abszolút megtelt a Szécsi Tamás uszoda, hiszen ezt a finálét mindenki látni akarja. Külön szurkolótábora van Zsuzsinak, de azt hiszem, hogy Katkának is, úgy általában a magyaroknak óriási szurkolótáboruk van. Nagyon-nagyon szurkolunk nekik, hogy sikerüljön ez a 200 pillangó úgy, ahogy szeretnék. A címvédő mindjárt az egyes pályán, csak hogy alátámasztjuk, hogy milyen mezőny gyűlt össze, és hogy mennyire nehéz dolguk lesz majd a mieinknek. Monzser után jön Franziska Hentke, aki dobogós volt a rövid pályás Európa-bajnokságon, tavaly Isztambulban. Aztán jönnek a mieink. Jakabos Zsuzsi, tehát a hármason. A legutóbbi EB-n is döntős volt. Középdöntős a VB-n. És itt már szerzett egy ragyogó bronzérmet 400-on, 400 vegyesen. Mellette úszik majd régi barátnője és egyben vetélytársa is. Hosszú Katinka, a szám Európa rekordere. A tavalyi világbajnokság bronzérmese. Eddig egy arany és egy ezüst egyéniben Katka neve mellett. A legnagyobb rivális Ellen Gendy lehet a szám korábbi Európa csúcstartója, aki 2.08-on belüli idővel érkezett ide. Ő vezeti az idei európai ranglistát. Caterina Giacchetti a legutóbbi két EB-n döntős volt, bronzérmet szerzett például 2006-ban. Ők mind Giacchetti saját szurkolói. Anya Klinár már nem, nyilvánvalóan. Az európai ranglista tizedik, ilyen 400 vegyesen volt negyedik, éppen a mieink mögött. És Mireia Belmonte, az előző EB bronzérmese, aki második az európai ranglistán. Ő is úszott már ebben az évben 2 perc 8 másodpercen belül. Ez a középdöntőben csak Katkának sikerült néhány századdal. Így jutott a 4-es pályára. Az 5-ösön Ellen Gendy, a 3-ason Jakabos Zsuzsi és a 4-esen Hosszú Katinka. De képtelenség megmondani, hogy mondjuk mi van Monzselben, mi van Belmontéban, ugye a két szélén úsznak. És mi van persze Hosszú Katinkában és Jakabos Zsuzsiban. Mert azért a 200 pillangó az nem egy olyan versenyszám, hogy mindjárt az előfutamban, meg a középdöntőben is mindjárt megmutatnak mindent a tudásukból. Monzsel kezd nagy tempóban, fönt az egyes pályán. Katinka és Zsuzsi egyelőre jól tartja magát. Gendy egy picit leszakad, de neki a harmadik ötvene az gyilkos. Monzsel tehát az első helyen. Jakabos a második, 28-86-tal. Katinka a negyedik, 29-13-mal. Mind a ketten erősebben kezdenek, mint a középdöntőben. A második 50 méteren most talán Monzselt utoléri már Jakabos Zsuzsi, aki egy fél testhoznyi előnyben van Hosszú Katinkáékkal szemben. Katinka egyelőre arra figyel, hogy maga mögött tartsa Ellen Gendyt, aki nagyon-nagyon jó formába lendült. Hétfőn érkezett csak meg Ausztráliából, ő ott él, ezért a 100 pillangót elszúrt, de azt mondta, hogy most csodaformában van. Jakabos fordult elsőnek Belmonte és Monzsel a második, harmadik helyen. Most kell jönni a harmadik ötvenen Hosszú Katinkának és Gendynek is. Nem látják Monzselt és nem látják Mireia Belmontét sem. Nagyon megnyomja ezt a harmadik ötvenet, természetesen Gendy megnyomja Katka, és egyelőre Jakabos Zsuzsi az élen. Errefele veszi a levegőt, tehát látja, hogy valamit próbál Mireia Belmonte tenni. Jakabos az első, Katinka a negyedik helyen fordul az utolsó 50 méterre. 8 tized előnye van Jakabos Zsuzsinak. Minden itt a végén fog eldőlni. Minden az utolsó 25-ön belül, hogy kiben mi maradt még. Nagyon-nagyon jól jön Katinka a végén. 25 méterrel a vége előtt utoléri talán Jakabos Zsuzsit. Maga mögött tartja Ellen Gendyt. Jakabos, hosszú, Gendy az első három helyen.
A két magyar most már vezet. Hosszú Katinka vezet Jakabos Zsuzsi előtt. Ez is kettős magyar győzelem lesz. Ki nyer ma? Hosszú Katinka nyer Jakabos Zsuzsi előtt. 2-0 a 71-es idővel. Európa bajnok Hosszú Katinka. És ezüstérmes Jakabos Zsuzsi messze élete legjobbjával. Szenzációsan úsztak. Mind a kettejüknek a taktikája abszolút bejött. Katinka megfontolt kezdés után egy szenzációs harmadik és egy még jobb negyedik ötvenet produkál. Zsuzsi pedig olyan volt a második forduló után, hogy elhitte magáról, végre elhitte magáról, hogy ott lehet igenis a legjobbak között. Ellentmondás nem tűrően jött a harmadik ötvenen, és aztán a végén megmaradt még egy fél másodperc az előnyéből Gendivel szemben. Katinkát azonban nem tudta maga mögött tartani. A két örök barátnő kéz a kézben majd a dobogón, ugyanúgy, mint 400 vegyesen, akkor a második és a harmadik hely volt a miénk. Most egyel előrébb lépnek. Európa bajnok tehát Hosszú Katinka, ezüstérmes Jakabos Zsuzsanna 200 pillangón. Katinkának ez már a harmadik aranya, és Jakabos Zsuzsi pedig a 400 vegyes bronza után egy ezüstöt itt szerez, nagyon-nagyon megérdemelte már.